Köszöntök mindenkit, ez itt a One More Game és a Going Merrill-nek a harmadik epizódja, és fantasztikus napra ébredtünk, hölgyeim és uraim, így az első támadás után megízlelhettük az ellenségnek az aktivitását, ami szerintem egy fantasztikus dolog így a játékon belül, így legalább már van valamilyen rálátásom arra, hogy milyen az, hogyha így megostromolják az otthonunkat és megpróbálnak minél több mindent tönkre tenni. Úgy néz ki, hogy nem az számít, hogy mi mindent visznek el a játékba, hanem hogy milyen kárt okoznak a kolóniába. Ez úgy, hogy nincsen még benne a játékban a felgyújtás effekt, úgymond azért így teljes mértékben logikus ez a lépés. Mert felgyújthatnák ugyanúgy itt a zöldségesemet, itt a növénytermesztési területemet, felgyújthatnák a fából készült épületeimet, ami által a kőfejtés, vagy kőpattintás, ahogy szoktam fogalmazni, mindenféleképpen előtérbe kerül. Ne, de mindenképpen ebbe az irányba szeretném tovább terelni így a történetet, és szeretném kőből húzni a házam, hogy ne csak fal legyen az, ami itt mozgatja, ami itt képzi az otthonunkat. Történetünkben megpróbálunk több mindent elérni, egy első soron elpakolni a dolgokat. Azt a tetemet hova viszed, aranyom? Kell az a tetem nekünk? Lehet, hogy kellene egy másik zóna. Mondjuk a tetemeknek az... Levágni az embereket nem akarjuk. Nem akarok egy kanibál törzset, és valószínűleg, hogyha embereket esznek meg az embereim, azok az annyira nem lesz túlságosan jó hatással, úgyhogy rakok ide egy ilyen stockpile-t, egy zónát, ahol human, clear all, enemy corpse, így van. Bármit ide pakolhatnak, prioritása százalékban tudom megnövelni itt. Oké, tehát akkor vagy van, vagy nincs. Ebből a kettőből tudok választani, vagy van raktárterület az aktuális dolognak, vagy nincs. Tehát a Rimworld-ből látható volt, hogy megadhattam egy szintet, hogy milyen fontosságú legyen, hogyha a legnagyobb fontosságú terület betelik, akkor ugye következőhöz pakolnak. De azért, hogy egyértelmű legyen, itt az ellenséges testeket ne hozzák ide a drága falusiak. Ide se, és természetesen ide se. Oké. Hogy van, Lovetta? Vigyed csak oda, vigyed. Fantasztikus. Hajnali 5 óra, hölgyeim és uraim, és folytatódik a föld alatti munkánk, amit így meg is nézzünk rövid úton. Már egy egészen jó kis területet sikerült kibányásznunk, és Katerina nagyon-nagyon jól halad ezzel a feladattal. Mining, 7-es. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi tapasztalati pontot kap. 55. Jó, nem lesz ez valami túlságosan gyors, de legalább agyagunk lesz elegendő. És lássuk, ez itt micsoda. Position, igen. Nem, egyet följebb, oké. Ezt itt látjuk el. Grass. 4-es stabilitása van. Grass 100%, jó. Oké, feltételezem, hogy ha lejjebb ásunk, akkor egy idő után kővel is fogunk találkozni. Ez még itt föld, amit ugye meg tudunk természetesen munkálni, és följebb, ez is szintén föld, aztán eltakaríthatjuk, és itt van a kő, amit egyébként kibányászhatunk. Én azt feltételezem, hogy a terület alsóbb részein lehet majd találni egyéb követ, de mindenféleképpen a felszínhez közelít kellene, hogy előtérbe helyezni mondjuk ezt a területet, ez így egy egészen kellemetlen terület, úgymond. Itt van a só, amit nem találtam meg korábban ugye a játékban, és van itt agyag, kő, szén, és só. Minden, amire szükségem van. A felszínen eddig még nem találkoztam sehol se. Úgymond... így erre a szintre fogunk állni. Sehol sem találtam a felszínen fémet. Ami nem olyan túlságosan nagy probléma. És lássuk, hogy kutatással hogy állunk. Jelenleg... 0 elérhető, 14. Oké, csak el kellett vinni megfelelő pozícióba. Ezt nem tudom, hogy mennyink van. Itt még van néhány. 14. És 25, 5, 25, és 5. What? Nincsen 20 darab. Miért nincs? Itt van 14. 14 Chronicle Pile. Nagyon jó, nem szakad be a padló. Ez egy fantasztikus dolog. Lehet, hogy kell majd egy bizonyos áthidalót, ugye a méretek függvényében, az aktuális föld alatti szobák függvényében készítenem. 14 darab van jelen esetben. És itt van edible cooking material waste. Ja, abba tartozik bele, abba a kategóriába. Lovetta, mit csinálsz? Oké, elhozod azt a könyvet. Lehet, hogy a többit is át kellene állítani, mert mivel így meghúztam alatta azt a vonalat, úgy nem igazán látszódik.
Oké, okay, research. Nulla darab elérhető. What? És azt tudjuk, hogy miért. Itt van 5, 25, 15, újabb 25. 15 újra elérhető. Lehet, hogy át fogom pakolni ezeknek a raktár területét. Úgyhogy húzok még egy stockpile-t. Mondjuk úgy ide ezt a négyest. És itt pedig, hova, ez bookba tartozik. Knowledge. Knowledge. Books. Chronicle, textbook, és oké. Okay. Clear all. És itt csak könyvek legyenek. És itt pedig a könyveket szépen kivesszük ezekről. Ezekről a raktárhelyiségekről, raktárhelyiségekből hasonló lesz itt is. És az enemy corpse ki is van véve. Lovetta, agyagot hozol, hogyha nem tévedek, ugye? Így van, vigyük csak oda. Nulla darab elérhető. Ez így érdekes. Nem tudom, hogy miért nem érzékeli. Allocate. 6. Oké, azt hiszem, hogy valamit itt nem nagyon értek. Available 6. Túl kell termelni? 20. 60. Simple tales and facts lay down on skin. Summons available, unlock a new research, allocate 19. Amounts used for unlocked research. Értem. Értem. Jó. Tehát ezek mind tudományok. Igen. És ezt a tudományt... Ezt meg kell őrizni, tehát nem dolgozzuk fel. Oh, interesting. 16, és úgy, hogy szobában van. Úgy nem romlik, tehát szoba kell neki. És kíváncsi vagyok, hogyha egyébként elrohadnak ezek a könyvek. Csak úgy az érdeklődés szintjén. Akkor lehetséges lehet az, hogy elveszítek esetlegesen egy-két tudományt? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés lenne. Alfred most még annyira nem fáradt. Úgyhogy még végezhetjük a munkánkat. Settlers are starving. Hát egyéb fiam. Nincs aki főzzön! Ki a szakácsunk? Jobs. Azt mondja, hogy cooking Alfred. Vegyük csak előtérbe? Valószínűleg elfogyott a fánk, ugye? Nem, itt vannak gajak. De valószínűleg elfogyott a fánk. Oké, ki kell adni akkor szépen feladatba ezt. Ki kell adni feladatba, hogy itt vágjanak fát? Ha nem tudjuk begyújtani a tűzhelyet, jó, hogy nem tudunk ételt készíteni. És egyébként kajából egy darab kajánk nincs. Úgyhogy Alfred, légy oly kedves, ha megkérhetlek. Pontosan. Te egészen jól vágsz dolgokat, nem igaz? Botany 17. Zseniális. Nagyon jó. És most pedig megyünk főzni, ugye? Nem. Ezt vedd előtérbe. Deconstructing campfire. Mi az, ami nincs? Nem csinálja meg. Ideal. Outside in the fog. Ezt nem rakhatom beltérbe? Nincsen kajám. Ez lenne a baj. Szedjük csak le ezt. Ejnye! What? Cut plants. Na jó, oké. Alfred. Already working on it. Hát látom. Lovetta, neked mennyi a botanik? 5-ös a botanikád. Osborn. 4-es. Én fogunk halni! Nem fogunk ilyen halni. Lovetta, gyere ide. Csináld ezt. Oké, legalább Lovetta hallgat rám. Alfred elment építkezni, mert hát fogalma sincs, hogy miért ment el építkezni. Alfred, 19-es intellektuál, olyan szinten fogjuk tolni kifele magunkból ezeket a könyveket, hölgyeim és uraim, öröm lesz nézni. Feltéve, hogyha nem fogunk éjjel halni. Azt muszáj megcsinálnod, ugye fiam? Ki kellett volna venni téged a... Ah, ment volna így egyből.
Ment volna így egyből kaját készíteni. Aztra lepakoljuk, Alfred. Azt meg tudjuk csinálni? Meg tudjuk, így van, így van. Le is foglaltuk ezeket a bogyókat, és elméletileg mindenki éhezik, ugye? Hogyha jól... Igen, éhezés, az nem, ő sem. Hárman. Hárman éhesek, nagyon. Oké, okay. Na lássuk beltérbe, hogyan tudunk... Sehogy. Oké. Okay. Kaszáld le azokat a káposztafejeket. Mit, nem sikerült lekaszálnod? 17-es botanikával? Wow! De a lovettának meg sikerült lekaszálnia. 4 darab. 4 darab káposztát is simán összepakolt. És megeszi a bogyót. Azt mondja, hogy engem nem érdekelnek a többiek. Én ezt akkor is betolom az arcomba. Egy farkas. Na vadásszuk le, mert úgy látom, hogy a húsnak is helye lenne. És... azt mondja, hogy Lovetta... Van üres raktárhely? Szerintem ide készítek még. Ide készítek még. Expand zone. Igen. Oda. Így. Meg így. Meg így. Jó. Oké, ez így elég lesz. És akkor be tudjuk hozni ide a tudományt. Azt követően majd azt a farkast, aki itt ólálkodik a környezetünkbe, őt majd szépen elő fogjuk venni. Addig kiadom itt a gombákra így az aratási parancsot. És nagyon-nagyon remélem, hogy Alfred... Így van, készíti a kaját, ott is van. Gyümölcsből és zöldségből megcsináltuk az incsiklandozó hús, hölgyeim és uraim. És itt pedig azt mondja, hogy mit tudunk csinálni. Ez lesz a smoked meat. 3 darab üzemanyagra van szükségünk az elkészítéséhez, és 10 darab nyers húsra. Forever. Szerintem az pontosan elég. Mit tudunk itt felhasználni? Emberhúst nem szeretnénk, nyers húst, stick, wood és coal. Coal-t azt kiveszem, mert nem szeretném a szenet elhasználni. Azt feltételezem, hogy a cooking material, cool. Azt feltételezem, hogy a kovácsolás, az nem tudunk bogyók, vagy gajakat használni, mert hogy a francba tudnánk alapvetően, nem tudjuk azt a hőfokot elérni, amit valójában úgy kellene. Munkák. Ki az, aki az első számú vadászunk? Lovetta, 2-es. És a többi pedig 3-as. És hol vagy aranyom? Ott vagy. Mert ez 1-es. Oké. Okay. 3-as. Majd utána folytatjuk a gyűjtögetést. De ittól lálkodik a környéken egy farkas. Akit mindenféleképpen meg kell kínálnunk majd a hosszú íjunkkal. Gyerünk Lovetta cserkészbe. Mit sem sejt az állat. Nem érzi a szagunkat, mert felőle fúj a szél. Nem hallja a lépteinket, mert puhán szökkenünk jobbra és balra. De a lövésünket észrevette. Elméletileg elfele rohan. Eddig. Gyerünk! Boxold le! Boxold le, Lovetta! Sikerülni fog. Az igen. Erről van szó. Megsérült szerencsétlen. Viszont egy tetemet visz nekünk, amit fel fogunk tudni dolgozni. Forever. Ez is jó lesz. És arra vagyok kíváncsi. Alfred. Hát jó, oké. Rendben, akkor itt változtatunk néhány dolgot. Először is a harvestet szeretném. Cooking, craft, cut plants. Ezt 3-asra és harvestet szeretném 2-esre. Hogyha el fogunk fogyni alapanyag, élelmiszer alapanyagból, teljesen ki fogunk fogyni, az ugye eléggé kellemetlen lesz. Így van, gombászunk is. Leszettünk 1 darab gombát, mert why not? Aha. Annoyed. Mi a probléma? Eat a food. Slightly hungry. Hungry. Desperately thirsty. Oh, és halott tetemet látott ez a szerencsétlen, úgyhogy lehet, hogy jó ötlet lenne elföldelni, mert ugye a Rimworld-ben is volt egy ilyen probléma, hogyha halott tetemeket láttak, akkor hát kibírták röhögés nélkül, fogalmazhatunk így. És lehet, hogy kicsit távolabb kellene a temetőt lepakolnunk. Unmarked grave. 4 tetem van. 1, 2, 3 és 4. Itt a domnak a lábánál kívánom elkészíteni ezeket a... Mennyi kajánk van ott? 3. Az úgy nem sok, és megyünk aludni. Viszont 3 kaja az pontosan elegendő ahhoz, hogy azt a negatív 5-öst így ne szenvedjük el a kolóniába. Úgyhogy Alfred mindenféleképpen arra fog fókuszálni, hogy a következő nap folyamán,
hogy ezeket a növényeket itt learassa, amit letudunk, mind a bogyókat, mind a gombákat. Jó lenne egyébként a farkast is feldolgoznunk, és a kutatásnál 25 darab pontunk van, ami a következő szintre emelhet minket, mint kolóniát. És talán a tégla égetés, it's much higher temperature that lumber must useful when creating steel, az acélhoz kell mindenféleképpen, vagy pedig az alkoholizmusnak a kigyógyítása nem igazán opció a játékban, én legalábbis azt tapasztalom most, tehát mindenféleképpen kell valamilyen alkohol előállítással rendelkeznünk. Ale, beer és rough wine. If there's nothing else to drink, it will suffice. Jó, az eléggé lehangolóan hangzik, hogyha semmit nem más, semmi más nem tudnak inni. But it's a perfection, nutrient and thirst quenching the wear. Strange of your drink is marked on XS on the barley by the monk. Okay. Jó, tehát lehet, hogy sört kellene főznünk. Most így 15-be kerül. Furniture, egy gyönyörűséges ágyat kapnak, ami nem tudom, hogy valószínűleg komfort érzetük fog nőni így hosszú távon, én ezt feltételezem. Sturdy wooden chair. Stone polishing but little chilly. Okay. Vagy pedig kövekre szeretnénk rámenni. Szerintem azzal még várunk egy pillanatot. Körbeáshatjuk-e magunkat? Be tudnak-e jönni? Esetleg a vár árkunkon keresztül. Ez is egy nagyszerű kérdés. Ez is egy remek kérdés, mert hogy csak egy bejáratot hagyok és körbeásom magam bölcsön, vagy csinálok egy labirintust, csak nincsenek csapóajtók, tehát nincsenek hidak elméletileg a játékban, és én nem igazán találtam, ugye egyik találkoztam egyikkel sem. Vagy pedig vas. Csak ahhoz nekem találnom kell nyers vasat. És akkor tudok egyről a kettőre lépni. Blacksmithing. Az még kicsit odébb lesz. És itt már a steelhez kell a következő könyv. Research 2. Cooking. Tartósítani már tudunk kaját, ami alapvetően jó. És itt meg jobb élelmiszer tudunk előállítani, de ahhoz meg kell egyedül a preserving food. Armorer. Szerintem a fletchinget fogjuk megcélozni. Tehát a következő lépésünk a fa fegyverek lesznek. Aha. Ez már megvan. Így van. Wooden weaponry, azokra annyira nincsen szükségem. Fletching. Sőt, a wooden weaponryhez szintén kell a következő tech, a textbook. Viszont ide csak 30 kell, úgyhogy 5-öt még megvárok. Egyébként is 30 a határérték. Lovetta, elmész kertészkedni. Oké. Okay. Alfred! Te mióta lettél az első számú építészem? Construction 11. Jó, oké. Okay. Botani 6-os. Jó, kicsit megpörgetjük, hölgyeim és uraim, és Alfredet fogjuk megbízni azzal a nemes feladattal, hogy elföldelje ezeket a szerencsétlen tetemeket. Nem. Hogyha erre rákattintok. The constructing. Oké. Okay. Jó, azt onnan... Ezt én el tudom földelni. Igen, látunk egy másikat. Ennyi! Fantasztikus. Nagyon jó, hát akkor a másiknál is ez lesz. Elföldeljük. És azt követően itt van még egy tetem. Remek. Igen. És ennek vajon... Hol van... Le kell bontanom komolyan, hogy hozzáférjek a testhez. Hogyha feljebb megyek, talán akkor. Le kell bontanom, hogyha itt ezen pusztult el szerencsétlen. Hát akkor ezt fogjuk csinálni. Lebontjuk ezeket a csapdákat. Szemügyre vesszük emetestet. Nagyszerű. Fantasztikus. És így van. Ezt kijavíthatják mindenféleképpen. Nagyon-nagyon értékelném, hogyha sikerülne ezt kijavítani, hogy ne kelljen szembenéznünk ezzel a problémával. Nincs elég alapanyagunk. Viszont elméletileg ezt a szerencsétlen farkast így van, fel is dolgozzuk. Nagyszerű. Nagyszerű.
Oké, három emberem van itt. Wow. Lovetta pedig ülteti az erdőt. Szerintem nem fogok ekkora erdőt csinálni, tehát csökkenteni fogom itt a területet. Méghozzá eléggé sokkal. Ezt a sort még fejezzétek be. De egyébként minden erőforrásunkat simán elveszik. Alfred? Alfred alszik. 10 óra van. Ő elég halottat látott, úgyhogy ledőlt aludni. És fogytán az élelmiszer, hölgyeim és uraim, és nem fejezte be ezt a feladatát. Oké, kicsit érdekes így. Érdekes a játék mindenféleképpen, hogy mondjuk egyébként is olyan, hogy az időbeosztás itt van, akkor az időbeosztásba, ami benne van, azt kell figyelembe venni. Na, hány fok van ide fent? 21,2. Hogyha Ctrl görgővel lemegyünk a következő szintre, itt pedig 21,1. Aha. Igen. 21,1. Itt pedig elméletileg hűvösebbnek kellene lenni. Van-e valami, amivel le tudjuk hűteni ezt a területet? Biztos, hogy nem a tűz. Fence, banner... Játékok nem. Elméletileg nem tudjuk. Sewing station, basic research table. Lehet, hogyha egy szinten lejjebb ások, akkor talán azt le tudom. Akkor talán ott találok hűvösebbet. Na most menjünk fel a felszínre. És ott is van! Stu! Így van, ehettek egy kis levest. Fantasztikus. Alfred, végre! Eljutottunk arra a pont... Harvest ruined. What? Why? Roasted meat pile. Jó, hogy különböző fajta ennivalók vannak. Én ezt abszolút értékelem. Gondolom a zöldségekből levest készít, a húsból pedig egyszerűen csak sült húst. Mindenféle bonyodalom nélkül. Én ezt feltételezem, hölgyeim és uraim, és most már lesz elegendő élelmiszerünk. Biztos, hogy lesz elegendő élelmiszerünk. És hogyha eleget vágunk ki a fából, dismantled item from clut, szerintem ezt fogom alkalmazni. Igen. És forever, edit, mi az, amit fel tudunk használni? Jó, kell egy szabó. Kell egy szabó. Ki az, aki nagyon-nagyon jó szabó? Meg is van. 11/14. Oszben, én elhiszem, hogy nagyon szeretsz kutatni. De mit szólnál, hogyha ezt előtérbe helyeznéd? Kíváncsi vagyok, hogy mit csinál. Oké, ott felvet valamit. Mi van nálad? Nem látom, hogy mi van nálad. Ennyi? Hogyha ezt előtérbe helyezzük. Oké. Nagyszerű. Fantasztikus. Kicsit egy sötét van itt, hölgyeim és uraim, úgyhogy lehet, hogy adok egy kis fényt az embereimnek. Méghozzá itt egy fák segítségével. Ezt fogom most elkészítetni velük. És itt a környéken van még fa, mindenféleképpen szeretném kivágni néhányat. Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, akár ezt is, az eléggé nagynak tűnik. Valamint itt fogom még megritkítani ezt az erdőt. Nem azért, hogy jobb rálátásom legyen a télre, hanem szimplán azért, mert hamarosan itt a nyár. Tizedik napja van a tavasznak. Úgyhogy lehet, hogy csinálnom kellene... 4 darab szalma kalapot. Az jól fog állni az embereimen. Harvest ruin. Ugyanis szalmát most már össze tudom szedni. Úgyhogy az nagyon-nagyon jó. Alfred a betakarítással foglalkozik. Lovetta Osborne pedig a favágással. Ami azt jelenti, hogy van elegendő tudományos pontunk, hogy az íjkészítéssel haladjunk. És Osborne, amit látja, hogy az összes könyvnek adtak már valami címet, elindul és folytatja a kutatást. Oké. Na, ezt az ajtót, ami itt van, clay pile, igen, wooden door, ezt le akarom szedni, ezt a falat is, és hasonlóan fogok itt is.
takarítani, és lehet, hogy egy padlót azt majd raknom kell. De mindjárt meg... Nem. Ott szerencsére még nem. Így van. De hamarosan kell. Hamarosan foglalkoznom kell itt is a padlóba. Amint... Úgy is van, ott semmilyen padló nincs. Tehát azt ott be kell majd szépen padlóba borítanunk. Így is van. Nagyszerű. És ide bent melegebb van. Igen, a fákjának köszönhetően a fákja nem fogy ki. Stabilitás 3, heat output 150. Oké, okay, most csak szedjük össze a cuccokat, amik vannak. Szedjünk szét még egy tárgyat. És a szabónak mindenféleképpen ezt a feladatot kellene egy első soron elvégeznie. Úgyhogy Osbernél adok egy 1-est és egy 2-es kap. Cut plants, 5-ös, ez visszamegy 3-ra. Cut plants, cooking, construction és harvesting. Alfred, mennyi kajánk van? 9! Simple healing kit, az nem kaja. Nincsen stockpile-ba, az az én nagy problémám. 2 nap 15, 2 nap 15, mi itt a gond? Not enough resource, igen, nincs elég húsunk. De mindenféleképpen szeretném kipróbálni, és ott a flex! Nagyszerű! 20 darab, és 10 darab. Mi kell a nyári ruhához? Ezt tisztázzuk le. Cloth fabric. 5 darab, 50 darab, és ide kell 40. Tehát akkor ebből is készítünk 4-et. És... Először a szalmak alapot szeretném, hogy megcsinálnánk, aztán jöhet a nyári ruha, és utána majd gondolkozunk a többin. Mert tudom még ilyen sima sapkát készíteni. A rakodón még mindig nincs, az hamarosan itt elrohadnak ezek a tárgyak. Leather helm. Ezt majd elkészítjük a sajátunkat szerintem. Nagyon szép volt itt a faírtás. Egyszerűen fantasztikus. És itt a gombát is jó lenne összeszednünk. Valamint ezt is el kellene, be kellene vinnünk. És... Stockpile. Így is van. Így is van! Oké, okay, kell majd egy könyvtár, ahol ezt a rengeteg könyvet le tudjuk pakolni. De most mindenki azon dolgozik, hogy... Arassunk! Ez egy nagyon fontos lesz. Kivéve Osbern. Mert Osbern éppen szalmakalapot sző. Az ősei által megtanult technikát alkalmazva egy egyszerű fejfedőt csinál szalmából. Szerintem egy zseniális dolog. Hopp, ott az első szalmak alap. Mit szólnál, hogyha felvennéd? Ha-ha! Nem tetszik neki. Thirsty, ugly apparel. Jó, oké, majd kalapot fogunk készíteni neked. Igen, clothing fabric kell. Csak kevés flexet ültettem. 120 van. Inkább a nyári ruha. Lehet, hogy le is fogom vetetni vele. És normális nyári ruhát csinálok, de... Egyébként, ha segít, akkor segít. Tehát ez ilyen. Akkor nem kell túl sokat gondolkozni ezzel kapcsolatban. Segít és kész. Megettük a földön levő kaját. 2 nap 13 óra múlva szépen így ránk romlik az egész. És jó, hogy automatikusan töltik a tűzhelyet. Ez tetszik, ez szimpatikus. Készen van a Wood Workbench. Ami segítségével egy buzogányt tudunk készíteni, valamint egy kiegyezett lándzsát. Nem tudom, hogy miért kell asztal, hogy egy lándzsát kiegyezzünk. Tehát, hogyha megfogunk egy ilyen mi kell hozzá? 30 darab... 30 darab mi? 30 fa... Ne, szerintem 30 gaj. Tehát akkor ez... Ez érdekes, egyetlen egy fa kellene hozzá, de nem fogunk ilyet csinálni, ezt el is lehet felejteni. Képességeinket inkább itt szeretném kamatoztatni. Oh, dismantle, ez is jól hangzik. Igen, van valami, amit szét tudunk szedni. Szerintem a kettő kivételével... Nincs a más. Oké, okay, ki a jó crafter? Jó, smithingnél fogok körülnézni. Szerintem... 8 a smithing. Nem látok egyébként egyebet. Ugye egyesével fogok... Ja nem, csak ide viszem az egeret. Azt mondja, hogy smithing, speech, tailoring, mini, minimász, intellektuál. Olyan kell nekem. Szerintem Katerina. Carpentry 18, így van. Katerinának meg kellene mondani, hogy ezzel foglalkozzon. És kettő darabot itt. Kíváncsi vagyok, hogy mit csinál. Vegyük előtérbe.
Oké, ezt nem. Még egyszer. Oké, a külterületen tartózkodó, külterületen levő tárgyakat fogja előtérbe helyezni. Ennyi? Biztos? Oké, nem tudom, hogy honnan szedted ezt a fűrészt, de zseniális. Fantasztikus. Előkapta így a farzsebből. Ugyanolyan megmagyarázhatatlan dolog, mint a hasonló játékokban. Meg annyi jelenség. És kaptunk belőle 3 fát. Ennyi munka 3 fáért. Oké, következő láncsa. És ez pedig itt egy... Ez pedig itt egy kard. Lovetta. Légy oly kedves. Equip. Howling. Gyűjts be itt az alapanyagot. És lehet, hogy mennünk kell lefele, mennünk kellene lefele, hölgyeim és uraim, vagy pedig ide egy újabb raktárépületet létrehoznunk, úgyhogy elzárjuk magunkat a külvilágtól. De lehet, hogy ebbe az irányba kellene így inkább terjeszkednünk, úgyhogy talán ez az irány inkább jobb lesz. Rocky soil... Fánk mennyi van? Az a kérdésem. Semmi, sincsen raktáron. Azért, mert nincsen raktárosunk. Nincs olyan ember, aki elvinné a tárgyainkat. Hát nem hallja a játék, hogy szükségünk lenne egy újabb erős kézre? Jól lenne egyébként még egy ember. Most már így összeszedtük magunkat. Maguktól nem fogják felvenni ezt a sapkát, mert a rendelkezésembe, a beosztásoknál gyakorlatilag nem szerepel. Tehát így miért vegyék fel? Mondván ők miért használják? Jó, szerintem lent fogunk egy kicsikét többet dolgozni, hölgyeim és uraim. Igen, azt ott szépen elkészítettük. És ahogy így lejöttünk erre a szintre, beszéljünk egy kicsit a föld alatti történetről. Ez itt annyira nem biztonságos. Tehát ide kijöhetnénk, de innen akár be is áshatnak. Nem tudom, hogy van-e ásás most jelenleg a játékban, vagy van-e intelligensebb módja a támadásnak, de ezen a szinten még ez sem a legalsó szint. És ez itt... Nem látom, hogy konkrétan mi, csak pozíciót látok. Hogy jobban megnézzük, az már kő, nem? Az is kő. Nem, akkor az föld. Oké. Ami nekünk kell, az mindenféleképpen itt a kibányászása ennek a területnek, az fontos lenne. De lehet, hogy ebből csinálok egy úgymond élelmiszer raktárat. 3 darab fa. Mit keres ide lent fa? Miért van itt fa? Lehullott, amikor lebontottam itt az ajtót. Gondolom én. Gondolom én. Viszont, hogyha itt nem csinálok padlót, akkor játszni könnyedséggel le fog potyogni minden, hogyha kiásom alóla a talajt. Ez eléggé logikusnak tűnik. Úgyhogy ide húzunk egy kisebb mennyiségű padlót, amit lerakok. Ide is. És ide is. Lepadlózom az egész zónát. És ezt is. A falak alá is tudok padlót rakni, ami elég érdekes. Úgyhogy az egész bázisomat nulla. Nem tudok. Oké. Okay. Jó. Tehát az egész bázisomat padlóval szeretném ellátni. És amint a padló nagyjából, nem azt mondom, hogy teljesen, de nagyjából elkészül, akkor elkezdek gondolkozni a föld alatti területen, ugyanis ezt a rengeteg élelmiszert, amit sikerül most így learatnunk, meg majd sikerülni fog nyáron learatnunk. Oké, csináljuk, csináljuk, hölgyeim és uraim, kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak hozzá. Meg arra, hogy mennyink van. 128. Hát az kevés. Az abszolút kevés. Főleg, hogyha eléggé jó tempóba mennek tönkre itt a ruházatok. Stockpile, expand. Így. Fantasztikus. Ez így nagyon jó lesz. Ezzel már tudunk valamit kezdeni. Mivel nem igazán van kereskedés, legalábbis úgy értelmeztem, hogy nincs kereskedés a játékban, ezért a felszerelés az kizárólag a kolóniának a céljait szolgálja. És hogyha a kolóniának, a falunak az a célja, hogy mindenkinek legyen megfelelő öltözéke, akkor nem kell 6-7 évszakra menően előre dolgozzunk, persze lehet, meg akkor a szorgalmunkat tudjuk igazolni vele, az fantasztikus dolog. De pénzt nem kapunk belőle. Tehát mindenféleképpen olyan irányba kell fejlődnünk, ami tovább tolja a kolóniánkat. Erre kell majd koncentrálnom. És arra, hogy legyen elegendő raktárhelyiségünk, amit valószínűleg a föld alá fogok levinni. Mert egy ekkora terület, itt nincsen semmi. Ez gyakorlatilag kihasználatlan. Ez teljes mértékben megfelelő számunkra. Vagy amúgy fölfele is mehetünk. Mi lenne, hogyha mennénk fölfele? Ez egy abszolút jó kérdés. Tényleg, mi lenne, ha mennénk fölfele?
Így. Fölfele. Megbontjuk a tetőt. Fönn meg csinálunk szobákat. És akkor itt három szinten tudnak majd mozogni az embereink. Ez itt a központ. Minek az decomposing stockpile. Okay, az viszont baj, mert csak 113 linenk rott maradt, nem voltunk elég gyorsak, hogy feldolgozzuk. Viszont elkészült egy olyan, ami a maximum comfortable temperature-t 5 fokkal megnöveli. Hát... Sturdy wool summer clothes, okay. Hát nem gitteltem le a bokámat, azt kell mondanom. 113 szintén. Hát mit használunk fel? Állj! Erit, leather, linen cloth és wool cloth. Oké. Okay. És wool-t, leather-t használtunk hozzá? Lehet, hogy bird-t használtunk hozzá. Wool. Volt még, amikor ide érkeztünk? Ashpile. Ashpile. Waste. Ezt ki tudjuk borítani, vagy tudunk valamit kezdeni vele? Lehet, hogy majd a gyógyszerekhez kell. Ki tudja. Meglátjuk mindenféleképpen. Nagyon-nagyon jól haladunk, ami teljes mértékben indokoltá teszi számomra azt, hogy itt újra belevágjuk a lapátunkat, ugyanis nem fejszénk van a föld alatti területbe, úgyhogy ezt itt szépen kifogjuk. Aha, vagy így, vagy nem így. Itt ezt kifogjuk bányászni. Igen, az alsót szerintem még nem. Tehát maradjunk egy egyszerű nemnél. A felsőt igen. Oké. Okay. Tehát föntről kell kiadnunk a bányászati parancsot. És nem olyan széles ez a zóna. De ugyanezen távolságban szerintem jöhetünk ebbe az irányba. Így. Itt pedig így. Oké. Okay. Átidalókat kell majd raknunk, hölgyeim és uraim, hogy ne omoljon ránk a tető. Az eléggé fontos lesz. És amint ezt a szélességet elértük, szerintem ezt is leszedjük. A felső épületeknek kell az áthidaló. Értem. Értem. Mert ha lyuk van alatta, akkor mi tartja? Jogos. Teljes mértékben jogos. Teljesen jogos a történet. Tehát mindig a felső színnek kell... Oké, okay, jó. Lehet, hogy ez mások számára teljes mértékben egyértelmű volt, de én valahogy most meglepődtem ezen a megállapításomon. Tehát akkor nem eddig fogunk menni, és igen, beltér, igen, és lehet, hogy ezt még itt oda is rakunk majd. Áthidaló, és így, oké, okay. Megnézzük, hogy ez mennyire lesz hatékony, eléggé sok munka, és Katarina, hanyas neked már a bányászatod? Construction 9, mining 8, alakulunk. Szépen, lassan, biztosan, de alakulunk, hölgyeim és uraim. Construction failed. Hát nem vagy ügyes, de szorgalmas. Zseniális. Ott nincs elegendő hús. Lovetta, merre van? Fogadjunk, hogy fát ültet. Oké. Okay. Jó, nincs sok hátra. Nincs, lehet, hogy nem is kell ennyi fa. Tehát valószínűleg nem kell. És milyen állapotban van ez? 75 darab fa. Rengeteg időt, energiát elvesztettünk. Nem vesztettünk el, mert ez egy befektetés. Ez egy befektetés, amit most csinálunk, majd ha megnőnek a fák, akkor kivágjuk, újraültetjük, stb. De most édes álmod alszanak. Drága telepeseink. És az aratásból nagyon jó. Gyógynövényeket is használtunk. Nem baj, hogyha van valamennyi gyógynövényünk itt készleten, az mindig valamilyen szintű biztonságot ad nekem. Hogyha esetleg jön valami betegség, vagy valami erősebb sérülés, vagy mondjuk egy amputációt kell elvégeznünk egy olyan orvossal, akinek abszolút nincsenek megfelelő képességei hozzá, nem baj, hogyha van egy kis gyógynövény, amit fel tudunk használni. Itt is van. Fantasztikus. Csak hogy formában maradjunk, úgy gondolom, hogy 2 darab szarvas életét kérhetjük így a kolóniánkért, a kis falunkért, őt is, és őt is. És jó lenne egy bányász, aki teljes munkaidős bányászként tengetné itt a napjait. In the summertime! Oké, elértük a nyarat, hölgyeim és uraim, mostantól kezdve bele fog főni mindenünk a gatyánkba.
High temperature chance of heat wave. Build underground storage to keep your food fresh during the hot summer day. Okay! Fantasztikus. Tehát, van itt nekem egy szobám, tudod-e? Szerintem ez nekem tökéletes lesz arra a célra, hogy raktárként használjam. És a kérdés az, leomlik a fal, hogyha kiszedem alulla, vagy valami tartani fogja. Mert ha ugyanazt a szerkezetet, ugyanazokat a falakat rakom le ide lent, mint oda fent, akkor az úgy teljes mértékben jó. De nem kell leraknom, mert van átidalom. És tudjátok, hogy mi van még? Stockpile-om. És ez a zóna, ez a fantasztikus terület. Clear all. És food. Nyers, hús, stimulánsok, minden. Minden itt legyen. Minden. Minden, 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 minden. Igen. Jump to, ott is vagyunk. Semmi más ne legyen. Semmi más. És egyébként ilyenkor el kell vennem a maradék raktárterületekből a kaját. Igen, mert a játék szerintem úgy gondolkozik, hogy olyan raktárterületeket fogunk lepakolni. Food. Food. Olyan raktárterületeket fogunk lepakolni, amit célorientáltan fogunk használni. Tehát nem csak így lerakunk egy zónát, és akkor itt akkor lesz minden, meg még valami. Nagyjából úgy ennyi az, ami eszembe jutott. Hanem teljesen célorientáltan rakunk le egy kockát, öt kockát, 20 000 kockát, bármennyi kockát. Annak örülök, hogy nem omlik le itt a fal, a padló. Az lenne még durva, hogyha más hangja lenne itt a padlónak, ahogy futnak rajta. Construction failed. Alfred, mi lenne, hogyha csinálnál egy olyat, hogy mondjuk... Vidd el. Mit szólsz? Mennyi fát viszel? Eleget. 21 darabot. Nem sokkal könnyebb az elhozott fát felhasználni, és így cseszni el a burkolást? A padlónak a lepakolását? Na, úgy látom, hogy... Kicsit bölcsebb döntés is... Bölcsebb döntést is sikerült hozni, és a délutáni szundi. Tehát, hölgyeim és uraim, most ezen a részen nem kaptunk támadást, viszont amit kaptam, az mindenféleképpen itt a besütött napnak a csíkja. Úgyhogy a következő epizódokban lehet, hogy lesz majd egy újabb rajtunk ütés. Rotten meat pile, rotten vegetable pile, jobban kell odafigyelnem erre, mert ez így nagyon-nagyon problémás lesz. Kell majd egy rendszer, ami segít az élelmiszer rendben tartására. Valamint egy kérdés, hogy ez felhasználható-e, vagy pedig nem. Srácok, lányok! Ennyi lett volna mára így Going Medieval-nak az epizódja. Kis fejlődés, kis technikai előrelépés, illetve a ruházatok gyártásának véget nem érő hossza, ami még vár ránk így az elkövetkezendő napokban, de valószínűleg a következő rész már nem vágatlanul, hanem hasonlóan, mint a Rimworld, vágottan lesz látható, mert mint ahogy ti is érzékelitek, túlságosan nagy aktivitás ezen a nehézségi szinten ebbe a kolóniába nincs. Úgyhogy inkább a mérföldköveket, illetve az ellenséges aktivitást fogom előtérbe helyezni a jövőben. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk legközelebb. Szevasztok!